dolgozik a munkagép a Karab Ferenc utcán. Néhány hónap múlva már nem csupán ez az útszakasz, hanem az Attila utca is sokkal komfortosabbá válik. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet a helyszínen tartottak február 27-én. A beruházást belügyminisztériumi pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósítják meg, mondta el Kis Attila polgármester. A Karab utcán a megújulás a parkolást és a járdákat is érinti. Az Attila utcán pedig a csapadékvíz elvezetést az útburkolat megújulása mellett. A belvárosban vagyunk, ugye Böszörmény kellős közepén vagyunk, a Karab-Ferenc utca lakótelep, üzletek, orvosi rendelők, a leendő hús termékboltunk itt lesz ugye nem sokára. Nagyon sok lakó, nagyon sok autó, nagyon komoly forgalom, mentővel is ugye meg kell közelíteni a rendelőt, a gyógyszertárt. Tehát egy nagyon nagy forgalmú belvárosi lakótelepi övezet, és nagyon rossz állapotban volt. A 70-es években készülhetett valamikor az a borzasztó beton elemekből, ilyen nagy betonlapokból álló útburkolat, ami megsüllyedt, eltört, felrepett, mindenféle állapotban volt. Én sem nagyon szerettem már kocsival erre járni, mert féltem, hogy vagy felakadok, vagy nem tudom, kilukad a kerék, vagy valami. És végre állami forrásból, a belügyminisztérium támogatásából, nagy részt állami támogatásból meg tudjuk újítani az egész utcaképet. Nem csak az úttestet, tehát a közlekedési területet, hanem a járdát, tehát a gyalogosok számára is egy nagyon szép, nagyon jó minőségű járdát tudtunk kialakítani, ez már részben kész van, illetve a parkoló részeket is úgy alakítjuk ki, hogy mindenki a legbiztonságosabb, legjobb körülmények között tudjon parkolni. És nem csak a Karab-Ferenc utca, hanem az Attila utca teljes megújítása is benne van a projektben. Összességében 47 millió forintot fogunk elkölteni erre a két területre. Az Attila utcán az úttest lesz leaszfaltozva, tehát teljes erősítést, felületet, szép új aszfalt burkolatot fog kapni. Azt a beruházást, még azt a részét azért nem tudtuk elkezdeni, mert az aszfalt keverőüzemek még nem működnek. Egy olyan 3-4 hét múlva, de mondjuk legkésőbb egy hónap múlva, az időjárástól függ egyébként, hogy mikor indulnak az aszfalt keverő telepek, amikor elindultak, azonnal elindul a beruházás, és a kivitelező egyébként a Böszörményi Octopus Kft. Kivitelező vezető Imre azt mondta, hogy áprilisban ők szeretnék elfelejteni, mármint, hogy befejezni a munkát, hogy mondjuk májusra én bízom benne, hogy mind a Karab-Ferenc, mind az Attila utcai közlekedés, parkolás, járda, ezek a részek kialakulnak. Azért is nagyon fontos, mert ez egy nagyon forgalmas terület. Az egyetemi karra naponta ide jönnek, mennek, ha gyalog jönnek, akkor itt jönnek ezen a részen. Ha autóval közlekednek, akkor nagy részt az Attila utca környékén jönnek vagy mennek. Tehát mindenféleképpen az egyetemi kar miatt is, meg hát az itt lakók miatt, ez már egy nagyon régi vágyunk volt. Egy olyan 17 millió forintos őrészsel kellett kiegészítenünk. Én azt gondolom, hogy mindenki, még a pénzszűke vagy a nehéz gazdasági helyzetben is mindenki örömmel vállalt ezt az önrészt, hiszen mindenkinek sokkal jobb lesz a jövőben itt. Sőrés István alpolgármester a körzet képviselőjeként is köszönetét fejezte ki a képviselőtestületnek, hogy támogatták ezt a fejlesztést. Ugyanis az itt élő lakosság több mint 10 esztendős problémáját orvosolják a beruházással. Harangi Sándor, a városfejlesztési osztály vezetője hozzátette, az érintett utca szakaszok mellett a Szent István térig nyúló járdafelület is megújul, amely szintén fontos, nem csupán a lakosság, hanem a helyi kar hallgatói számára is.